Jó napot kívánok! A becsületes nevem Imiszkó. Remélhetőleg most már nem leszek halk ebben az epizódban, mert olyan ideges leszek, hogy kimegyek, és a szomszéd kutyáját kihajítom az erkélyről. Nincs is szomszédnak kutyája, erkélye meg főleg nem, de ez már mellékes. Na gyerekek, most beszállunk ebbe az autóba, a Blista kompaktba, azt a kurva. Na várjál, különböző dolgokkal próbálkoztam, a hangot lejjebb vettem, hát mindjárt leveszem 1-esre, hát... Jó, halk így se leszem. Pont kellően hangos ez. 2-es hangerő. 5-ösön voltunk ez idáig a játék hangerőt illetően, srácok. Ott egy dealer csávó. Amúgy mind látjátok, kicsit megfogyatkoztam pénzügyre, mert még egy ingatlan megvettem. 10 000-ért, 10-be. Na most ezt a dealer csávót. Oké. És akkor gyorsba felveszünk dealer csávónak a pénzét. És akkor csattogunk, haladunk tovább küldetésügyire, srácok, mindenféleképpen. Én most nem tudom, hogy számoltam, de azt hiszem még pont 2 résznyi anyag van hátra itt Los Santosban. Úgyhogy ebben a részben még főküldizni fogunk. Aztán a köviben nem tudom, megmondom őszintét, hogy mi lesz következő epizódban. Ugye rágyúrok a 100%-ra, de nem hiszem, hogy még itt tartózkodásom során lefújnám a graffitiket, vagy nem tudom. Amúgy úgy döntöttem, hogy ugye a főküldetéses részek azok mindenféleképpen videóban lesznek, mivel úgy vagyok, de viszont te izével meg úgy vagyok, hogy mivel vannak elég hosszú mellékküldik meg ilyenek, azokat lehet, hogy live-ban kéne haladni, úgyhogy a mellékküldés részek azok live-ban lesznek majd, srácok, főleg az ilyen hosszabbak, az ilyen 10 percesek azért nyilván nem, de mondjuk van egy órás mellékküldetés, mondjuk a taxis, amit lehet, hogy megcsinálom még Los Santosba, az live-ban lesz, és akkor közben tudok dumálgatni és hozzátok, mert mindenféle, tudjátok, hogy hogy megy ez. Aztán meglátjuk igazándiból, nem tudom még pontosan, de... Jaj! Úristen, azt hittem, hogy megint előjön az a bug, hogy megdöglök a tetőn, de... Hál' Isten, ebben a verzióban még nem igazán jelentkezett a probléma. 9 óra és 17 óra között jöjjek vissza, hát én beszarok, gyerekek, komolyan mondom. Semmi baj, mentünk egyet itt is. Ami azt illeti. Melyikre mentsünk? Hát legyen az a tűz a víz alá. Oké, és akkor lehet menni missziózni. Azt hiszem most nem vagyok, mert biztos 3 vagy 4 küldi van még hátra itt Los Santosban, annyi biztos, de 3 minimum. Los Sepulcros. Ezt a küldit nagyon szeretem. Itt van ez a tigris nyakú sweet. És magyaráz itt Carlson CJ-nek. Szóval igazából nem is feltétlenül azzal volt a baj, hogy én halk vagyok, mert itt vagyok, gyerekek, tudjátok mennyire van a pofám? Hát egy mikropénisznyire van a mikrofontól, ami éppen itt hever az asztalom. Ez túl hangos volt a játék, túl hangos, tehát nem tudom, jó, nem, be kell fektetni majd egy új mikrofonra, megint csak ebbe az évbe is, gyerekek. Lehet inkább veszek egyet, egy kicsit drágábbat, de az nekem mikrofon legyen 2-3 évig, érted? Mert jó lenne most már, ha normálisan hallanátok, tehát a hangminőségen azon mindenféleképpen azon is szeretném majd ebben az évben javítani, így, hogy most már tényleg egyre közelebb a 6000 feliratkozó is, hát minden szar. Úgyhogy bele kell húzni nekem. Az a célkitűzés, hogy egy olyan 8000-en meglegyünk az évben. Úgyhogy vannak itt még különböző célkitűzések erre az évre, gyerekek. Tudom, hogy a képminőség is lehetne jobb, gondolkodok rajta, hogy OBS helyett majd Frapszel vagy valami mással fogom újra venni a San Andreas-t, mert lehet, hogy jobb ötlet lenne nekem San Andreas terén, az jobban bevált annak idején, de most nagyon rá vagyok erre a programra kattanva igazából, és nem tudom, hogy miért szarakodik velünk néha a dolog, de abszolút nem értem, a beállításokba is be kell nézni, ez meg itt rágódik, úgy nézel ki, mint szarban a C-vitamin bátyám, nára ugyanaj, de kajak, hogy néz már ki, gyerekek, úristen, menjünk ebbe a kamera nézetbe, mert ez így annyira RP-s, azt a kurva, kidöntöttünk egy kerítést, hú, de vagány ez a kamera, állás, úristen, gyerekek, én a végén szarba kerülünk, nézzük, amúgy esküszöm, ebben a izében, kamera nézetben nem is szar, mármint hogy tök jól néz ki, jaj, no, tényleg figyeljünk oda, mert még a végén ezt az egyszerű küldit el fogom azt a részét cseszni, hogy nem fogunk odaérni a kellő időre, a temetőbe, ugye, amit most be kell darálni megint egy kis ballaszos bácsit, ugye, azt hiszem kis bogarat, vagy nem, milyen neve, kis izé, bennydörg, vagy mi a faszom, büdös borz, vagy mi a neve, valami ilyesmi neve van annak a ballaszosnak, akit kinyírunk, azt hiszem, na mindegy, hát ez kegyetlen egy jó küldi, csipázom egyébként, csak hát az a szed, hogy hamarosan távoznunk kell ebből a városból,
De ki tudja. Én most játszom végig először a GTA San Andreas-t. Én azt nem tudom, mi fog következni, mi nem. De megérkeztünk. Átmászunk keményen, izé, Jolly és Suzy módjára a kerítésen. Vamos! Na gyerekek, átmászunk, van egy csomó gettós úzi a kezünkben. Welcome to America! Mondom már bele, bács, srácok, saját tesótokra ráfogjátok a fegyót, és az az első mondatotok, hogy Welcome to America! Na, nyomj el gombot, hogy mondanat egy helyben tartsd, G-gombbal pedig, hogy kövessek, ugye. Oké, de elég fontos ízék egyébként. G-gomb nyomtartása, ha túl messze kerülsz, a bandát szétoszlásával jár. Ó. Here we come! Na gyerekek, megérkezik a borz, a büdös borz, kiszállt az autóba. Hogy néz már ki ez a pancser? Pajzsa van. Milyen egy vagy két kör kell? Úgy bedarálom, mint a kurva anyját. Na figyeljetek, most! Daradani. Kezdjünk el darálni, gyerekek. Úristen. Azt a kurva. Dögöljetek! Hol van a szarjonkó? Ott van. Menekül. És ne meneküljé. Te ne meneküljé. Ne meneküljé. Nem menekülsz. Nem menekülsz. Nem már. Nem, hogy már be tudjon szállni. Jó, nem tudod beszállni az autóba. Oké. Okay. Good shot, Carl. Good shot. Bom. Rendőr, bá. Mi a fasz? Tarará. Hallod? Kicsit egy fogykos voltál. Ne törődj vele, tesó. Ne törődj vele. Na, srácok. Zsatar. Hol van a sweet? Úristen, sweet! Ez mikor szállt be ebbe a szaros autóba? Na mindegy. Most mondja, nem kötelező magunkkal vinni a bandát, de mi fasz a gyerekek leszünk. Kane! Nem borzolt ennek a neve? Na mindegy. Mike, izé, Harry-ként lelőttük. Ah! Kurva élet. Jó van. El kell innen csattogni, gyerekek. A bátyák... Jaj! A bástyák elég rendesen lövöldöznek hátulról. Fasz a gyerekek ezek. Oh yeah, oh yeah, jaj! És nem húztam meg a verdát. Az hogy csinál? Ah, most már igen. Gyerünk. Menjünk, menekülünk a ladával. Menekülünk a ladánkkal, gyerünk. Ennek egy kicsit amúgy kajaklada beütése van ennek az admirálnak, de ezért is szeretjük mi az admirált. Na itt leveszünk egy körözést szépen. Körözés csökkentő csillag for life, CJ. For life, homie, for life. Jaj. Don't let go me. Mondom, hogy jó rádió az a Kaja West. Talán ezeket annyira nem is méri be a YouTube. Bár mondjuk most halkabb lesz a beszéd, szóval az alapjáték hangerő is így hangosabbnak tűnhet a zene, de na mindegy, majd meglátjuk most már. Tényleg szépen lassan kitapasztalom ezt a hangerő cuccot. Srácok, mit szólnátok hozzá, hogyha Dennis Robinson most fölvennénk? Úgyis útba esik. Taka van! Én szóltam. Nem volt náluk fegyó? Talán majd ennél szarjankónál ott lesz. Hát nincs, na mindegy, lustolja most azért a pár ondós dollárért kiszállni. Denise? Nem tudjuk fölvenni? Most nem. Nem is értem, hogy miért nem. Esküben jövős ezen, én ezt még nem is hallottam a GTA-s pályafutásom során. Frankon erősek voltunk, azért mert én bedaráltam mindenkit, meg futkoztatok, mint a ciárnos egér. De semmi baj, jók voltunk. Na gyerekek. 280 dollár, Hobó bácsi a csatában, elesett egy fűszálban. Na, nézzük, respawnolt-e újra az Uzi. Pajzsomból szinte nem kaptak le semmit amúgy, szóval nagyon faszán nyomjuk tényleg, azt kell, hogy mondjam. Úgy lenne jó amúgy, hogyha ezből a hangtompítós izépisztolyba kapnánk lőszert, akkor is, hogyha szedjük fel a sima izépisztoly lőszert, de valamiért ez nem így van, na mindegy. Család egyesítés. Akkor már csak viszont kettő küldi a hátra Los Santosból, gyerekek, húha. Francba mocskos ribanc. Oh yeah. Hogy nézel már ki, Smoke? Úristen, gyerekek. Pornófilmet néznek ezek itt nagyban ma megen, hát én beszarok. No more face in the shit. Alright. Ez az, végre faszág vagyunk, iszok egy kis energy drinket. Fasza. Jó van, így legyen, testvér. Nem leszel te áldozat, te bárány. Nincs akkora szerencsénk, hogy megdögölje. Ez az, man. Come on, guys. Yeah, yeah, yeah. Az meg ott izél a háttérben. Izé.
Matyi a macska, úgy néz ki körülbelül a Ryder, na mindegy. Beszállunk a Verdába, gyerekek. Vissza a Cage Westre, most jó nóták szólnak ott. És akkor csatara. Jefferson motelbe, hotelbe, srácok. Fuck you, Ryder! Hol a Ryder? Remélem, hogy nem mellettem. Fuck you, Ryder! Hogy nézel ki? Jaj! Miért ezt a cigánypecsenyét ültették ide mellém, azt a mindenit, gyerekek. Motherfucker, man! No bullshit, újra egyesítjük a family-ket. Ennyi, gyerekek. Gangsta Zoli, ott sétáltam úgy mellettünk. De durca. Na mindegy. Megérkeztünk, megérkeztünk. Nagyon faszán, becsattogunk, begurulunk, gyerekek. Ott vannak a homik. Amúgy azt mondja, a Sevilla család, vagy mi a szar. Tehát azért van itt egyesítésről szó. Korábban szétoszlott gettósok, akik külön bandát alkotnak, már azt hiszem újra össze akar állni a groove, meg minden. Azt nem tudom, most írtam pontosan. Na igen, azért mondom, hogy mind Grove Street-esek voltak, most meg vezérek. Kicsit feszült vagyok, de azért minden oké. Igaz, mindjárt befosok szó szerint, de nem baj, sok volt a babgulyás. Jajajajaj, mi folyik itt? Hey! Vujic Frutyko megérkezett, gyerekek, azt a kurva életbe. Shit! Megmentjük a Sweet-et, gyerekek, megmentjük Sweet-et. Rock and roll! Ajajaj. De ahogy is tűnünk el, innen, baby. Hey! Hogyan átugrott a izére ez a bolhazsák? Takarodj innen! Na jó van ám, Smoke. Elmentek a picsába a menekülős kurva anyátokat. Ti aztán haverok vagytok. Szarba hagyjátok a Sweet-et, vagy engem is. Na gyerekek, gyönyörű. Azonnal bekaptunk amúgy egy csomó izét. Shortit, imádom. Jaj, ő velünk van. Na, oké, gyerünk örömlány. Motherfucker! Azt a kurva mindenit. Jó, menjünk Uzival. Daráljuk fel. Áh, picsába, daráljuk fel fele szépen a fegyvertapasztalatunkat. Tűrű. Tű! Go, 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 go! Azt a kurva életbe, hogyan ide viharzottak a rohadékok. Gyerünk valami örömlányt. Örömlány! Megmentelek. You hurt! Oh, blowjob, come on. Oh, oh, oh my god! Na, jó van, menjünk tovább, haladjunk, haladjunk. Mi van itt még? Megdöglöttek a szarjankók, figyelj, jújjújjú, jött egy headshot. Motherfucker! Jó van, megdöglöttek ezek is, gyerekek. Gyerünk, 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 gyerünk. Bum 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 nyák. Vujics Frutyko, minden szar. Na, wow, nem vagyok én pók, ha nem vagyok én pókember. Na, dögledeznek szépen, mint legyek a légypapírra. Milyen suppressing fire in here? Menj már innen, örömlány! Majdnem fullon van az életerőre, ezt hogy csináltad? Hadd háláljam meg! Fúj, de ronda vagy, geci! Áááá! Olyan, mint hogyha egy férfi csókolgatnánk csöcsökkel. Mindig is mondtam, hogy nincsenek pöcsös csajok. Csak csöcsös pasik! Na, oké. Haladjunk tovább. $9,444 a hátunk mögött. Milyen kemények vagyunk már. Azt hiszem erre kell. American Dream. Volt nála egy kis zsozsó, megnézzük, hogy odafönn hogy állnak a guysok. Ennél is volt egy pici. Vom, 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 vom. Ott az a Sweet-et lövi már, ha jól hiszem. Anya marék. Jó van, szerintem. Vom, 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 motherfucker covering. Szerintem faszág vagyunk, gyerekek, mindenkit kibeleztem. Ha jól hiszem. Hogyan elgurulok? Vom, picit lekapták az életem, de se gáz. Sweet! Brother! Elléptek a szarjankók. Tűnjünk el innen, baszd meg! Ja, én szétadom, szétadom, ugyanezekkel a szavakkal akartam fogalmazni én is. Gyerünk, baszd meg! Ajajajaj! Los Santos Police! CJ! My dog! Azt a kurva, gyerekek! El is felejtettem, hogy még lesz itt egy kis action, én odabent meg elbohóckodtam egy csomó életerőt. Mondjuk most föltöltötték maxra az életünket, legalább azt látom. Még egy szarjankó ott van a heliben. Azt hiszem csak azt kell még lelőni és elmegy innen a helikopter, aztán nem tudom. Takarodj! Gyerünk Sweet, meneküljünk. De hogyan kill him? Hogyan szedjem én le a rohadt életbe is? Most már! Jó, oké. Okay. Beledaráltam egy tár AK-t, de semmi baj. Azt a kurva, ennyiből leszedtem a helit. Mi a fasz? Wow!
Na mindegy, kemények voltunk, Sweet, gyerünk, vargass meg, szedd alá! Szolgálunk és védünk. Mi ez a futás, te úristen? Vigyázz! Szúnyog! Jaj, úristen. Na, gyerekek. What the? A smoke is rider! Get in! A szar csimbók, csak visszajött. Mi ez a izé Hitler bajusz? Rider, te náci tiszt fejű ember. Hogy a nyomunkban vannak, gyerekek. Ó, talált egy ékit! Nagyon jó. Az ékit szeretjük. Mondjuk én mindig M4 párt voltam, de nem baj! CJ, my dog! Az hogy fölrepült? Bideg, tekerje vissza most azonnal a felvételt, ez mi volt, gyerekek? 8. világháborúban, GG Rider, 8. világháború. Oh my god! I see the way you shy! Take my hand, my dear, look me in my eyes! Dögölj, ajaj! Jó van, azt hittem, hogy picit jobban leviszik az autónk. És nem lehet elkapcsolni a rádióról, ezt a szaros Rider rappet kell hallgatni, vagy mi ez. Jó, ez nem a Rider rap, de akkor is. Elég szar zene, viszont az AK-47-es tapasztalatunk emelkedett, és nem sokára el is érjük a bérdiakos szintet. Közel vagyunk a fullhoz, gyerekek. Az azért nem rossz, semmiféleképpen nem rossz, maradjunk annyiba. Pedig csak látjátok, hülye gyerek módjára lövöldözök. Most nem tudom hirtelen, hogy az AK... Oh! Fánk zabáló rendőrbácsik eldobták a fánkot, hát én beszarok. Szóval most hirtelenjében nem is tudom, hogy... hogy van. Szépen felborult. Az meg fölrobbant. Taka van! Homie, takarodj! Kibaszottan maradtam volna zabálni meg hokizni, mondja itt ma a Big Smoke a hülyeségeit. Amúgy ez kicsit se szűrá is, hogy ma 8-szor beledaráltam a sofőrbe. Ah! Kilőttem a sofőrt, láttátok? A másik gyerek ült oda. Új, ezek közel robbangatnak hozzánk, de hál' Isten, nem nagyon viszik lefele az életerünket. Balra? Milyen fasz nem is volt ott senki balra? Hát persze. Minden vágyam szépen megkérni az urakat, hogy engedjenek el. Ne ütögessél már te! Postás Pista! Fedezlek én hátulra, mindjárt befedezlek úgy hátulról. Most a oldalás közben is tudsz olyan célzási távpontosság és... pásztalási idő is emelkedett. Milyen fasz, mi az a pásztalási idő, gyerekek? Pásztor tarhonya, vagy mi a szar? Ajaj, és kifogytunk. Beszorultak Zéki. Kifogytunk, gyerekek. Azt a kurva. Így mind meg fogunk halni? Ajaj, what the fuck? Jó van, ti is meghaltok, nem baj. Ajaj, Smoke! Ne csináld, man! Oh, shit! Oh, ezt csak megcsináltuk. A taste things to come. A pillanatokon mindenki azt hitte, hogy meghaltak a Smoke-ék egy másodpercig, aztán utána már láttuk, hogy üres volt az autó lényege menetök, mindegy. Sikerült. Ez kemény volt! Nem lesznek unokáid, te köcsög! De majd elmesélheted a hímivar sejtjeidnek. Na gyerekek, szívódjunk fel! Sikerült, el sem hiszem. We did it! Fuck yeah! Respect plus. Annyit érek ezzel a respecttel, még mindig mint szarban a C-vitamin, de semmi baj. Legalább erősek vagyunk, hol az AK-m? Elvették azt a pár lőszeremet. A kurva anyjukat te. Ekkora spicliket. Na mindegy, szerencsére itt vagyunk a ballaszt területen lévő széfházunkhoz közel. Legalább ezt a területet most befoglalom, gyerekek. Még eddig kitart az a rész. Nem akarok a ballaszok mellett éldegélni. Vegan. Ott egy rendőrbáci. Nem baj, mindjárt van 10k dollárunk. És akkor már csak egyetlen küldetés maradt hátra Los Santosban. Következő részre. Ott van viszont egy dealer. Ho-ho. Örömlány pedig mit sem sejtve megállt egy helyben. De nincsenek itt ballaszosok, hogy kirobban csak egy banda háborút. Egy van. De még azt sem tud. Azokat kéne kilőni. Aha. Így. Gyorsan, ne fusson már el az egy cingárpöcsű. Ú, gyerekek, de szarul állok életerőgyileg. Ebből dead lesz. Remélem mindenki tudja, hogy ebből fucking die lesz. Motherfucker. Ajajajaj, legalább egy ballaszos dobjon már még be. Hogy valami. Én kibelezem itt a rendőröket, de már hármas körözésünk van ennyi életerővel. Az lófasz. De ha bandaháború van, akkor nem jönnek ránk a rendőrök, ugye?
Ú, annak volt, mennyi pénz volt ennél, te jó Isten. Volt nála egy kis apró. Na már banda háború van, tudd már, hogy hol a helyed. Ilyenkor nem támadhatok, helikoptert küldjék már el innen addig. De, banda háború idején nem az van beprogramozva, hogy nem támadhat a kibaszott rendőrség? Jó, meg fog dögleni, meg fog dögleni. Kicseszettően fog dögleni. Be kell menni gyerekek, nincs más hátra. Nincs vese. Hát, ez fél lett, de semmi baj. Semmi baj. Talán még tart a banda háború, hogyha kijövünk az utcára. A picsába. Na még egyszer, neki futunk. Na gyertek szarjankók, lagzi, rajcsi meg minden szar. Ezt egy területet még akkor is befoglalom, ha addig élek is. Jó, azért az erős kijelentés volt, de nem baj. Fölvisszük legalább a gettós úzinak is a fegyver tapasztalatát. Most mindenkit gettós úzival fogok kicsinálni, gyerekek. Darabokra szökítod a fejemet, úgy fáj, mint hogyha 0-24-be PC-ztem volna én már. Azt a kurva mennyien vannak ezek a diós győriek, te jó Isten. Diós győri cigányok! Dögöljetek már meg! Hogy néztek már ki te? Főleg te, meg főleg te! Na, megdöglöttek, csak összejött. De azt azért jelzésértékszerűen jegyzem meg, hogy van, aki már SMG-vel nyomta, szóval ez jóval nehezebb lesz, mint a Glen Parkos buziszkodás. Húha. Ezek egyre komolyabb AK-val volt a csávóba, az meg egyre komolyabb fegyverzettel vannak a ballaszosok gyerekek, az is AK SMG-vel volt. Húha. Azt a kurva. Na jó, nincs mese. Nem szarozhatunk tovább, gyerekek. Jó, mondjuk még messze vannak ezek. Itt leszek közvetlenül az életerő mellett, én azt mondom. Hallod? Most ne meneküljetek már el. Pufi, ne menekülj, na mindegy, ez a másik pufi idejön. Talán nem kell utánuk futni, mert most már... Nem már, az is elmenekül. A rohadt életben most már hova futsz, te szarcsimbók? És komolyan utánuk kell futnom? De miért menekülnek el? A kurva anyját. SMG-vel volt pedig ez, és az meg AK-val menekülne. Nem áll, hogy AK-val menekül a bátyja. Oké, ez is megvan. Ez is megvan, már csak egy kört kéne túlélni, de ez lesz legkeményebb mindközül. Ott a golyóálló jó messze tőlünk. Hú, gyerekek. Húha. Lehet fogadni, hogy túlélem-e vagy nem. Komment szekcióba. Úgy meg fogok halni, mint a szar, mert itt vannak a nyakamba. Az AK-val lő. Jézusom, mennyien van. Meg fog dögleni. Úristen, megdöglök. Vissza. Ott a golyóálló, kell lesz nekem. Come on, little bitch. Come on. Megvan. Mostan perkodjatok. Mostan perkodjál, alkás ballaszos geci. De hova futtok ilyen gyorsan? Hát nem hiszem el. Nem tudok én se lőni, bazd meg. Miért jöttök ilyen közel? Azt hogy ledaráltam, gyerekek? Azt is. 180! Jól van, ügyesek vagyunk, már csak egy van. Még vannak? Na mindegy. És felveszük a fegyverzetet. Fegyverzete. Ha. Na gyerekek, ó, van most már alkánk is rendesen. Nagyon jó, nagyon fajn. És ez a terület a miénk, jól van, megérte, siker, mission, pass, meg minden szar. Akkor it's time to say goodbye, köszönöm szépen a figyelmet, kedves menek. Úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni, meg likeolni a videót. Imiszkó most búcsúzik Los Santostól, hamarosan végleg sajnos egy időre. Na, szerbusztok!